Halipapi mindenkinek, szeretném ma bemutatni nektek ezt a nagyon egyszerű és praktikus elektromos szén izzítót. Hokka Flame néven fut, ez az egyik leghíresebb és legelterjedtebb szén izzító. Ugye egyáltalán nem gyújtjuk a szenet, ugye sokszor hibásan én is így mondom, hanem izzítjuk a szeneket, ez egy szén izzító. Nézzük is meg, hogy mit kaptam, ugye kimondottan vízipipa szén beizzítására találták ezt ki. Úgyhogy nagy előszeretettel használják ezt különböző vízipipás videókban is. Teljesen hasonló, mint hogyha valami ilyen mini elektromos grillsütő lenne, azonban a különlegessége az, hogy egy nagyon-nagyon vastag fémszál megy középen, és ezáltal ugye nem egy lap van, amin ugye nem izzanak be a szenek, illetve csak valószínűleg hősapkával, ilyen elektromos dologgal még nem próbálkoztam én se ilyen kis minivel. Ez mindenképp tökéletesen izzítja a szeneket. Kapunk a csomag mellé 4 darab ilyen gumi lábacskát, amit én már ide belehelyeztem, ezeket ide bele kell nyomni, és ugye itt a guminozott láb miatt ugye a hőt nem fogja átadni az asztalra, amin éppen beizítjuk a szeneket. Nagyon egyszerű, egyébként egy 220-as csatlakozója van, ami beépített. Van rajta egy LED, ami mutatja, hogy éppen kikapcsolt, illetve bekapcsolt állapotban van-e, illetve egy tekerő van rajta, amin fokozatok vannak, érdemes a legnagyobbra feltekerni. Annyit kell róla tudni, hogy mindenféle szenet képes begyújtani, az öngyulladósat nyilván nem. Tehát a kókuszszenektől kezdve a bambuszszénen át mindegyik szenet remekül izzítja, és hát méretre is gyakorlatilag egy 6-7 darabot is körbe lehet rakni, tehát folyamatosan lehet pakolni az izzó szeneket a vízipipázáshoz. Nézzük meg egy kokobrikót, teljesen jól rátehető, tehát bőven elfér rajta, tehát így is egy, és még tudok tenni ide is egyet, ugyanúgy beízítja őket, tehát körbe tudom rakni, hát még talán 10 darab is elfér rajta. Nézzük meg a bambuszszén, hogy ha van még, annak a bambuszszén ugye az sokkal laposabb, ugye ezt lehet törni, mint látjuk azt, mindjárt mutatom, teljesen profin elhelyezhetőek rajta a bambuszszenek is, tehát egyáltalán nem fog a kettő közé beesni, még csak véletlenül sem, nagyon jó ki van találva. És akkor mindjárt megnézzük a gyakorlatban is, hogy mennyi idő alatt ízítja be a szeneket, illetve milyen minőségűre. Mielőtt azonban begyújtjuk, még gyorsan pár adat róla. Ez 1000 wattos, és ebből, ha jól tudom, létezik kisebb változat is, az azt hiszem 6-700 wattos. Tehát ez gyorsabban beízítja a szeneket, amit ígérnek, hogy 5 és 10 perc alatt készre izzítja nekünk a szeneket. Igazából ennyi, amit így tudni kell róla. Próbaképpen be fogunk izzítani egy darab kokobrikót. Megnézzük, hogy hogyan reagál. 5-ös fokozatra teszem, itt rögtön látni is, hogy bekapcsolt a készülék. Az ára egyébként 7500 és 8500 forint körül van, illetve az interneten is meg lehet rendelni, és különböző ilyen vízipipa shopokban lehet kapni ezt a kis csodát. Ráhelyezünk egy darab kokobrikót, mondjuk ide. Halljuk ezt a pattogós hangot, egyébként ez teljesen természetes, itt kezdi a készülék fölvenni az áramot, és ő alakítja itt ezzel a kis körkörösén elén, illetve ezen a fém spirálon. Körülbelül másfél perc telt el, és gyönyörűen beizzottak a fém szálak, mint látjuk, és izzani kezd az egész, úgyhogy megmérem, hogy körülbelül mennyi idő az, ami idő alatt annyira beizzik a kokobrikónak az egyik oldalon, hogy meg lehessen fordítani. Kicsit arrébb helyezem itt közben, mert látom, hogy itt jobban izzik a szál, pont ez a rész itt, ami beérkezik, ami kevésbé. Most járunk 4 percnél, és fordítok egyet a kokobrikon. Hat percnél járunk, és ismét fordítok még egyet rajta. De egyébként már erre is mondható, hogy igazából teljesen feltehető már a pipára. Nézzük, hogy azért egy ilyen 2 percen belül még mit tudunk kihozni belőle.
8 percnél járunk, azt hiszem, hogy tökéletesre ízítottuk a vízipipa szenünket, ugye ezt a kokobrikót. Ez már teljesen korrekt és használható. Most azonban kikapcsolom. Azt hiszem, hogy ez a szén ízításnak az egyik ilyen legkultúráltabb módja, hiszen hogyha mondjuk a gázon gyújtjuk be, illetve ízítjuk be a vízipipa szenünket, ott a gáz is végigmegy a kókuszon, és így kicsit így fölveszi annak az ízét, illetve sokáig kell kifújni, amire egy picit ez elszáll annak az íze. Valamint azt hiszem, hogy ez egy nagyon kulturált és jó megoldás. Nagyon gyorsan beröffenti nekünk az összes szenet, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve egyelőre. Ráadásul mondom, körbe lehet pakolni, tehát amit itt most percnek teszteltünk, az azt jelenti, hogy ennyi idő alatt körülbelül ez a 8 és 10 perc között a 10 darab szenet is akár beízít ez a kis készülék. Nagyon kell vigyázni rá, viszont ugye itt föl is van tüntetve egy nagy piros ilyen kis emblémával, hogy ez aztán forró dolog, tehát a környékére sem menjünk, amikor kikapcsoltuk. Nagyon figyeljünk arra, hogy a kábel nehogy belógjon, mert ráig azonnal bármi. Ne essünk rá, ne ügyetlenkedjünk vele, tényleg olyan helyen legyen, hogy ne tudjuk fölborítani. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve írjatok nyugodtan vízipipás kérdésekkel kapcsolatosan is. A következő videóban egyébként egy agyakkerámiát fogok tesztelni. Na, halipapi mami!